Az újvidéki Petőfi Sándor általános iskolát 1955-ben alapították, és azóta is az egyik legfontosabb része a Vajdaságban működő oktatási intézmények hálózatának. Jelenleg 1345 diákja van, közülük 92-en tanulnak magyar nyelven. A nyelvtanulásban a legfontosabb az interakció, a gyerekek közötti barátkozás, társalgás, úgyhogy az, ami a fő, és mondhatjuk azt, hogy mégis lepődünk, milyen gyorsan tulajdonképpen elkezdik beszélni a szerb és a magyar nyelvet, és olyannyira jól, hogy versenyeken is részt vesznek, és díjakat is érdemelnek ki. Az iskola vezetősége folyamatosan arra törekszik, hogy az intézményt nyitottá és diákközpontúvá tegye, valamint hogy megteremtse a feltételeket a korszerű oktatáshoz. Različitost se prosto modelima nastavnika i dece kroz život najbolje uče, tolerancija na različitosti je ono što je najbitnije, ljubav. Ovo je škola zbog čega također nosim jako povoljne utiske. Škola koja učestvuje u čitavom nizu različitih vanškolskih aktivnosti, programa određenih humanitarnih aktivnosti i ono što je jako važno, škola koja vrlo neguje inkluzivne programe. Mi smo tu da kažemo da je to vrednost, da je to pravo koje se obezbeđuje Ustavom, zakonima, da postoje čitave politike, mreže politika, institucionalnih aranžmana, da bi se obezbedili sve potrebne pretpostavke od jezično-stručnog kompetentnog kadra preko udžbenika, preko drugih nastavnih sredstava, kroz čitave politike afirmacije, ostvarenja ovog prava, kako bi se vrednost različitosti, u ovom smislu nacionalne različitosti, stalno držala u fokusu svih interesa. Újvidékváros területén 34 általános iskola és 15 középiskola van. Ezek közül 5 általános iskolában és 5 középiskolában van lehetőség a szerb nyelvű oktatás mellett kisebbségi nyelveken történő tanulásra. Mi az Oktatási Minisztériumhoz ebben az évben mindössze 12 kérelem érkezett a magyar tagozatok megnyitásával kapcsolatban. Ez az általános iskolai első osztályokra vonatkozik, és ez azt jelenti, hogy az iskolai igazgatóságok már nagyon nagy számban kedvező válaszokat adtak az oktatási intézményeknek, tehát 34 esetben kedvező választ adtak, és csak 12 esetben volt arra szükség, hogy felülbíráljuk, illetve javítsuk pozitívan, javítsuk azt a választ, amelyet az iskolai igazgatóságok. A Magyar Nemzeti Tanács rendkívül fontosnak tartja a magyar nyelvű oktatást, és kiemelten támogatja a szórványban működő iskolákat. Újvidéken itt egy napközis tanítót támogatunk az ő bérezdését, hiszen igénylik a szülők azt, hogy így segítsük őket, és a gyermekekre tudnak itt vigyázni és foglalkozni velük. Illetve az iskolabusz program keretein belül maradékul is utaznak ide gyermekek folyamatosan minden alkalommal. Az újvidéki Petőfi Sándor általános iskola idei tervei között szerepel egy Petőfi emlékszoba kialakítása, amelynek megvalósítását a Magyar Nemzeti Tanács is támogatni fogja.